1 millió forint feletti átlagfizetést javasol a középiskolai tanároknak Bojár Gábor. Az üzletember szerint oktatásba fektetni gazdasági megtérülést jelent. Vendégünk Bojár Gábor. Vállalkozó, a Graphisoft alapítója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van nálunk. Mindig is sokat beszélt az oktatás fontosságáról, mostanában is kiállt a pedagógusok mellett. Mit veszítünk, mit veszít Magyarország ezekben az években az oktatási rendszerünk miatt? Miért fontos a jó oktatás? Hát a szívem szakad meg, nem csak a pedagógusokért, hanem az egész országért. Szóval egy olyan lehetőséget hagyunk ki, hogy az nem igaz. Szóval amikor a rendszerváltás történt, ezek egy rövid történetet mondanék el, 89-ben, amikor a berlini fal leomlott, és mi abban az évben nyitottuk meg az irodánkat San Franciscóban, tehát a mi cégünk az már 82-ben indult, úgyhogy akkor már elég erősek voltunk, és Amerikában is már ismertek minket. És a berlini fal leomlásában Magyarországnak azért volt egy nagyon komoly szerepe, úgyhogy nagyon nagy figyelem irányult akkor Magyarországra, pozitív értelemben vett figyelem, nem úgy, mint most. És az akkor ott egy sztori volt, hogy van egy magyar cég a informatikában, ami már piacvezető, legalábbis egy szűk területen. És rengeteg ingyen publicitást kaptunk, ezért a sajtót a sztorival lehet megvenni. Na most az volt a visszatérő kérdés, hogy hogy a csodába lehetett ezt csinálni ott a vasfüggöny mögött újságíróktól, mert hát azért nem jutottunk tőkéhez, azt se tudtuk mi az, hogy tőke, nem jutottunk technológiához, útlevelhez, és nagyon nehezen jutottunk. Hát hogy tudtunk ott világpiaci vezető pozíciót elérni ilyen óriási hátrányokkal? És hát akkor nagyon udvarias, azt mondták, hogy itt valami egészen fantasztikus és kivételes vállalkozói tudás kell, hogy legyen e mögött, és ha én véletlen a Szilícium-völgyben születek, akkor hova juthattam volna. Na most akkor én szerény ember soha nem voltam, de nagyon őszintén tudtam mondani, hogy én a Szilícium-völgyben valószínűleg nem értem volna azt, amit én Magyarországon sikerült, mert lehet, hogy tőkét szerezni sokkal könnyebb, túl könnyű, lehet, hogy a technológia abszolút nem probléma, de a tehetséges emberekért folytatott harc az nagyon áldáz, és egy induló cégnek az a legnehezebb, hogy tudja az egyetemről kijövő tehetségeket megszerezni. És Magyarországon ez akkor könnyű volt, mert nagyon magas szintű képzés volt még mindig. Mert ez a képzés, ez a szintű képzés, ami Klebezve Kunóval indult, ez nem halt teljesen ki addigra, a rendszerváltás idejére, azóta züllik szörnyen. Hát igen, mert pont azt akartam még kérdezni, hogy problémák nem csak most az elmúlt 12 évben kezdődtek, tehát azt meg tudja fogalmazni, hogy mi vezetett oda, hogy mondjuk például a tanári pálya, ami egykor egy rang volt, egy tiszteletet váltott ki az emberekből, az az oktatási rendszer, emlegette Klebersberget, ami az ő idején volt, és még utána ugye nagyon sokáig, az hová vesz? Tehát ma jóformán azok mennek pedagógusoknak, akiket neveznek máshova, és tisztelet a kivételnek, akinek ez olyan elhivatottságot jelent, hogy nem tudom, valaki eltartja otthon. Körülbelül pontosan. Ezt a századot úgy hívják, hogy tudásalapú század, tudásalapú gazdaság, tudásalapú társadalom. Soha az emberiség történelmében ekkora piaci értéke a tudásnak még nem volt. És ennek a tudásnak a létrehozása egy hatalmas, hatalmas érték. Gazdasági érték. Hát mi azért tudtunk sikeresek lenni, mert volt akkor még, amikor mi indultunk, akkor még támaszkodni tudtunk Klebersberg eredményeinek maradékaira, csak maradékaira, de tudtunk támaszkodni. Hát miért adtunk olyan sok Nobel-díjat a világnak? Hát azért, és nem magunknak. Azért, mert volt egy nagyon magas szintű oktatás. És ezt hagyni lezüllenni, ez egy olyan történelmi bűn, hogy nem igaz. És hát akkor olyan pitiáner példa, de mondjuk ez olyan, mintha a franciák mondjuk a bor és pezsgő és a konyaktermesztést hagynák elzüleszteni. Hát nem építeni arra, amiben hagyományaik vannak, amiben erősek vannak. Másra építenek. Parrag László mondta ki nem is olyan régen, hogy a mi versenyképességünk alapja nem az oktatás, hanem az olcsóbb ér. Jó, hát ez felháborító. Hát ez egyszerűen felháborító, hát ezt most nekem nem kell ezt ne. Hogyha a világon látjuk a példákat, skandináv példát, most nem észt példát, ha tudjuk, hogy milyen fontos az oktatás, akkor arra van elmélete vagy tudás, hogy miért nem csinálja ezt a kormány? Miért hát nekem, érdeke, hogy ne legyen elég pedagógus, hogy az oktatás úgy álljon, ahogy ma áll? Hát nekem erre van egy eléggé rossz hiszemű magyarázatom, amit egyszer le is írtam. Fölmérték a választás után, hogy a Fidesz támogatottsága és a támogatóinak
támogatottsága, képzettséggel egyszerűen egy fordítottan arányos. Tehát minél alacsonyabb képzettségű rétegeket nézünk, annál magasabb ott a Fidesz támogatottsága. Ebből egyenesen következik, hogy hatalomtechnikai szempontból érdekük, hogy a képzettség alacsony legyen. Tehát, hogyha sok tanulatlan ember van itt, akkor őket könnyű megetetni bármivel, erre gondol, és akkor könnyű. Tehát ez nem egy iszonyatosan rövidlátó politika. De azért kérdezem, mert arra is van, nem egy tanulmányos felmérés, és ez biztos, hogy ön sokkal jobban tudja nálam, hogy 10-20 éven belül a legalacsonyabb képesítésűek 60%-át kiváltja a robotika, és ez már nem a nagyon távoli jövőben van, tehát pont azokra az emberekre, akiket most ön említett, nem lesz szükség. Itt lesz emberek sokasága valódi versenyképes tudás nélkül. Igen. Igen, hát lesznek, át fog alakulni a gazdaság, és másféle tudásra lesz szükség, másféle munkahelyek lesznek, de az alacsony képzettségűeknek azért lesz munkahelyek továbbra is kiszolgálásban. Gyerekfelvigyázásban, takarításban, azt mondjuk át tudja venni a robot, de sok mindent nem tudnak átvenni a robotok, tehát nagyon át fog alakulni a munkaerőpiac. Akik igazán veszélyben vannak, azok nem a legalacsonyabb képzettségűek, azok a közepesen képzettek, azok vannak veszélyben. A magas képzettségűknek lesz állásuk, és a legalacsonyabbaknak is lesz. A közepeseknek nem. Ha holnaptól elkezdene a kormány valami jogból változtatni, pénzt, paripát, fegyvert tenni az oktatásba, akkor mennyi időnek kellene eltelnie ön szerint, hogy egyáltalán elkezdődjön valami? Nagyon sok minden kellene. Először is nem csak természetes, hogy elsősorban a sokkal-sokkal magasabb szintű megbecsülése a pedagógusoknak, anyagilag is, és nem csak anyagilag, hanem az alkotás szabadságában, tehát az oktatás szabadságában. Hát a Rubik kockát, amire nagyon büszkék vagyunk, azt egy oktatási segédeszközként találta föl Rubik Ernő. Hol lenne ma egy tanárnak arra lehetőség, hogy valami ilyet találjon ki az oktatása során? Tehát nagyon sok minden kell, de az első az, hogy a legtehetségesebbek számára ez egy nagyon vonzó pálya legyen. Na most ez mikor fog átülni az emberek tudatába? Mikor jutunk el odáig, hogy egy szülő azt fogja mondani a gyermekének, legyél tanár, mert ez mikor? Akkor mikor tud ez a fejekben változni? Mert most látjuk a tüntetéseket, látjuk, hogy mennyien vannak ott, milyen a pedagógusok társadalmi támogatottsága. Hát nem látjuk az elemi társadalmi támogatottságot. Az akadémia egyébként most megszólalt az elbocsátott pedagógus ügyében, de nem látjuk a cégvezetőket, nem látunk senkit, aki szólna, vagy ezért, odaállna a pedagógusok mellé. Ezért fogadtam el nagyon hálásan ezt a meghívást erre a beszélgetésre, mert én a cégvezetőkhöz szeretnék szólni, hogy a gazdasági elit szólaljon már meg ennél sokkal hangosabban, mint amennyire én tudok. Hogy ami üzleti kárunk keletkezik az oktatás minőségének ilyen szintű romlásából. Hát nem hiszem, hogy ne látná azt egy gazdasági vezető, hogy egy magasabban képzett munkaerő sokkal többet ér, mint az ingyen odaadott állami segítségek. Ja, akkor miért nem szól? Fél? Nem akar politizálni? Nem akar politizálni, és fél. Az benne van a gazdaság, mert tudjuk, hogy azok a gazdaság nagyon sok területén azok tudnak jobban járni, akik azért nem politizálnak. Illetve az egy elv, hogy egy üzletnek nem szabad politizálni. De az oktatásért felszólalni az nem politizálás. Az üzleti érdek, a saját üzleti érdekünket védjük. Hát szólaljatok már meg. Ugorjunk vissza egy picit a mába, meg a valóságba, hogy a bérpótlék emelést kapnak most a pedagógusok, 10%-ot, egyelőre ez az egyetlen konkrétum, az összes többi emelés. 20% infláció ígéret, mellett. Igen, ígéret van, az uniós pénzektől tette ugye függővé a kormány. Hát ez nagyon messze van attól a bizonyos 1 millió forinttól, amit ön mond. Lehetne most jelen gazdasági helyzetben ezt megcsinálni? Ezt a bizonyos 1 millió forintot? Olyan sok. Lenne rá pénz? Rengeteg helyen lehetne rengeteget megtakarítani. És akkor most nem a leglátványosabb, nem ismételgetem, hogy már rengeteg ismételtek, stadionépítések, várba költözés, közbeszerzéseknél eszméletlen mennyiségű pazarlás, tehát nagyon-nagyon sok helyen vannak megspórolható ötletek, tehát pénz az lenne, és semmi nincs, ami ennél jobban megtérülne. Én azon felháborodtam, amikor Gulyás Gergely azt mondta, amikor az merült föl, ugye, hogy a Vodafone-ra költik a pénzt, és hogy a Vodafone megvásárlására költött pénz, hogy az nem kiadás, hanem beruházás. Hát ez az igazi beruházás. És azok az országok vezetnek ma a világgazdaságban, és törnek előre, ahol elsősorban elberuháznak be az oktatásba. Ennél jobb helye nincs az állami pénznek. Én soha nem hajtottam állami megbízásokra, pláne nem állami segélyekre, meg támogatásokra, csak egyre. Oktatásba tegyék mindazt a pénzt, amivel a gazdaságnak segíteni akarnak.
Azt látjuk, hogy mi kellene, hogy mit gondol erről. Most mit lát maga előtt az oktatás terén? Elindult valami, mert a pedagógusok tiltakozása egyelőre nem csitul, kitartanak, most éppen a héten tudásmenetet szerveznek, és lesznek még egyéb akciók, vagy semmi az égvilágon nem indult el, mert a kormány azt mondja, hogy Pintér Sándor felelős ezért a területért, hogy a belügyminisztérium alá tette, aki elmondta, hogy ő bizony nem ért az oktatáshoz, a vezetéshez ért, és amit ő az iskolába tud hozni, az a rend, a rendszer és a rendezettség. Jelen pillanatban itt... Igen, a konzultációt eligazításként tartotta meg, igen, ezt hallottuk. Hát ért, szükség van rá, Pintér Sándor azt hiszem nagyon jó belügyminiszter. Tehát, hogy a rend az ő kezében van, az lehet, hogy jó helyen van. Az oktatás nem. És az oktatást szokták együtt emlegetni az egészségügyel. Az is tragédia, ami az egészségügy leromlásában tapasztalható, de ott már történtek lépések és jó lépések. De két hiba közül az a nagyobb hiba, amit nehezebb helyrehozni. Ha az egészségügybe elkezdenek valamikor pénzt tenni, akkor az elég hamar látható eredményeket hozhat, mert az orvosi szakma becsülete megmaradt. A tanári szakma becsülete nem maradt meg, és itt a szakma becsületét újraépíteni azok évtizedek. És ez borzasztó bűn. Egy konkrét dologról hadd kérdezem, mert hogy tegnap szivárgott ki ez a bizonyos rendelet a belügyminisztériumnak, ami egyelőre kiszivárgott sajtóinformáció. A Népszava hozta ki, ez egy teljesítmény alapú értékelési rendszer lenne, vagy egy minőségi értékelés. Mit gondol erről? A bérük egyébként függhet tőle. Azt természetesnek tartom, hogy teljesítményértékelés legyen. Tulajdonképpen az oktatásban a teljesítményértékelés elég régen hiányzik. Ezt, hogy miért csinált a belügyminisztérium, illúzióim nincsenek, nem tudom, hogy milyennek. Én nem vagyok oktatási szakember, én gazdasági szakember vagyok, üzletember vagyok, és csak azt tudom, hogy az oktatás mekkora érték a gazdaság számára. És ahhoz, hogy az oktatás jó legyen, ahhoz nyilván kell a teljesítményt ösztönözni. Na, de egy sokkal magasabb szinten. Most azt hangzott el a bevezetőbe, hogy én 1 millió forintos átlagbért gondolok. Nem is forintba fogalmaznám, mert ilyen inflációs környezetben számokat mondani csacsiság. Én azt mondanám, hogy a diplomás átlagbérhez képest hol kéne lenni a pedagógus átlagbérnek. Nem, most azt hiszem 50% körül van. És meg van célozva, hogy 3 év múlva talán lesz 80%. Nem elég a 80%, 100 fölé kéne menni, hogy vonzó legyen ez a pálya. És azon belül egy olyan magas szinten, igen, ott lehet differenciálni, sőt kell is differenciálni. Ott annak lehet egy nagyon jelentős része mozgóbér, ami a teljesítménytől függ. Ami jelenlegi szint mellett beszélni, arról, hogy abból még el is lehet venni, hát ez egyszerűen elképesztő cinizmus. Ugye azt mondja, hogy nem oktatási szakember, hanem üzletember és gazdasági kérdésekkel is foglalkozik. Egy mondat erejéig azt meg tudja mondani, hogy hol maradtunk mi le. Lemaradtunk Szlovákia, Csehország, Románia, lengyelek, hát nagyjából elhúztak vele. Hát nekem egy magyarázatot hallottam egyszer egy fideszes politikustól, aki speciál éppen oktatásért lett felelős, az Európai Uniós szinten azért felelős biztos lett, amikor egy szűkkörű beszélgetésen megkérdeztük tőle, hogy tulajdonképpen miért nem költ az állam sokkal többet oktatásra, amikor az egyébként. Navracsis Tiborra gondol? Én nem akartam nevet mondani. Én csak kérdezem, mert hogy ő volt egyébként, ha jól emlékszem. Egy zárt körű beszélgetés volt, tehát ezért nem illik elmondanom, de hát egy nagyon őszinte volt, és elmondta, hogy miért költ erre mindenkor már kevesebbet és egyre kevesebbet, és igaza van, mert az előző kormányokat legalább ugyanennyire lehet ezért kritizálni, és a következőt mondta, értsük már meg, hogy egy politikus számára a prioritás a következő választás megnyerése. Így működik a gazdaság, a demokrácia. És az oktatásba fektetett pénz 4 év alatt nem térül meg. Tehát ezért mindig háttérbe szorul. Hát olyan államférfiak kell lennének, akik nem csak 4 évben tudnak gondolkozni. Bolyár Gábornak köszönöm, hogy itt volt és elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a türelmet.